Trianonra emlékeztek, a Nemzeti Összetartozás napján új emlékművet avattak Nyíregyházán a Hősök terén. Felújítják a Kisvárdai várat, új kiállítótér és színpadok, valamint térrekonstrukció is megvalósul. Célegyenesben az építkezés, ősszel az országban az elsők között vehetik birtokba a fiatalok a honvédelmi sportközpontot Újfehértón. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, 101 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a Versailles-i Trianon kastély folyosóján az első világháborút lezáró békediktátumot. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A dokumentum szerint elcsatolták a Magyar Királyság területének kétharmadát és lakosságának egyharmadát. A Nemzeti Összetartozás napján új trianoni emlékművet avattak Nyíregyházán. Az eseményen a városi és a megyei önkormányzati vezetők mellett részt vett Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter is. Apponyi Albert gróf néz a kamerába ezen az archív felvételen. Ő volt a magyar béketárgyaló delegáció vezetője 1919-ben és 20-ban. Négy nyelven mondta el a magyar álláspontot, abban bízva, hogy ezzel meggyőzi az első világháborúban győztes nemzetek vezetőit. Ez az úgynevezett vörös térkép. Teleki Pál későbbi Mártír miniszterelnök készítette, azért vörös, mert vörös színnel jelölte azokat a területeket, ahol többségében magyarok éltek. Azt szerették volna, ha ennek ismeretében húzzák meg az ország új határait. Nem így történt. A békediktátum aláírására érkezik meg a magyar küldöttség Bernárd Ágost népjóléti miniszter és Drasse Lázár Alfréd nagykövet vezetésével. A győztes antant hatalmakat nem érdekelték a magyar érvek és térképek, az ország területének kétharmadát elcsatolták. Így a magyar népesség egyharmada az ország határain kívül rekedt. Ezt a veszteséget szimbolizálja Nyíregyháza új pénteken felavatott Nemzeti Összetartozás emlékműve is. És a nemzet azért tudott megmaradni, mert voltak olyanok, akik a legnehezebb időkben is a magyarság túlélését tartották a legfontosabbnak. Az eseményen a miniszterelnökség vezetője arra emlékeztetett, miért tartották fontosnak annak idején az emléknap törvénybeiktatását. 11 évvel ezelőtt az akkori országgyűlés azért döntött úgy, hogy a Nemzeti Összetartozás napjaként fogad el törvényt, hogy azt is lássuk 90 évvel az események után, hogy a magyarságnak az a helyzete, melyben világnemzet lettünk, nagy nyugati diaszpórával, de ugyanakkor a környező államokban élő több milliós magyarsággal, azt a lehetőséget is kínálja, hogy ha a nemzet egységét meg tudjuk őrizni, akkor aranytartalékként tekinthetünk a határon túli magyarságra. A megyei közgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, nekünk és a következő nemzedékeknek is feladata van a nemzetegyesítés ügyével. Folyamatosan kell szolgálnunk a nemzetegyesítés ügyét, kulturális és gazdasági téren, személyes és közösségi kapcsolatok építésével. Meggyőződésem, hogy ez a kölcsönösen előnyös és megerősítő mind a mai napon határon belül és onnan kirekesztett magyarok számára. A múlt fölött nincs hatalmunk, a jövő hatalmunkban áll, a mi felelősségünk a jövő, az, hogy hogyan alakítjuk. Fontos, hogy emlékezzünk rá, nem kicsik vagyunk, hanem csonkák. Az emlékmű felállítását évek óta tervezték a nyíregyházi Hősök terén. Makoldi Sándor Bodrog keresztúron készült alkotását a Történelmi Egyháza képviselőinek megáldását követően megkoszorúzták. Egy több mint 2 milliárd forintos beruházás részeként modern interaktív kiállítótér kialakítására, rekonstrukcióra és romkonzerválásra is sor kerül hamarosan a Kisvárdai várban. A műemlék különféle fesztiváloknak, programoknak is otthont adhat a jövőben. A cél, hogy turisztikailag vonzóbbá tegyék a várat, nem csak a hazai, hanem a határon túli látogatók számára is. Ma már csak egy fala és egy sarok bástyája emlékeztet a hajdani Kisvárdai vára, mégis ez a régió egyik legjelentősebb mértékben megmaradt ilyen építménye. Ahogy az ország 18 kastélya és másik 11 vára, ugye a Kisvárda is a 60 milliárd forintos nemzeti kastélyprogram és nemzeti várprogram keretében újulhat meg a közeljövőben. Itt egy olyan új, innovatív
21. századi kiállítás kerül megrendezésre, amely filmes eszközökből építkezik. Kisvárdán egymással szinergiában történnek a turisztikai vonzerő fejlesztések, és a jó együttműködésnek köszönhetően a már elkészült és átadott CinemaQua filmparkhoz hasonlóan itt is egy filmes eszközökkel kerül megrendezésre a várnak az új kiállítása, így módon képeznek egységet az itteni fejlesztések. Ez egy 21. századi innovatív, mind digitálisan, mind manuálisan interaktív élményalapú kiállítás lesz. Ebben a harcászati eszközök bemutatása mellett különféle enteri őröket rendeznek be, sőt még a boszorkányüldözésnek is nyomába erednek. A közel 2,3 milliárd forintos Európai Uniós forrásból megvalósuló turisztikai célú fejlesztés részeként a kiállítóterek kialakítása mellett megtörténik a belső vár részleges rekonstrukciója és a meglévő romok konzerválása, rendbe teszik a belső várárkot és két színpadot is kialakítanak nézőtérrel. A vár ezzel új funkciót is kap a jövőben, hangsúlyozta a miniszterelnökség vezetője a csütörtök délutáni ünnepségen. A kormány által elindított vár és kastély program célja éppen az, hogy a lehető leghitelesebb módon állítsuk helyre a falakat és a tornyokat, de úgy, hogy lehessen nekik új feladatot is találni, amely feladat ellátása során képesek a szó legeredetibb értelmében vett gondos és jó gazdáivá válni ezeknek a megújult épületeknek, képesek betölteni rendeltetésüket, képesek a megváltozott igényekhez igazodni. Gulyás Gergely hozzátette, a beruházás a térség jelene és jövője szempontjából is fontos, hiszen a vár fesztiváloknak, színházi előadásoknak és különféle programoknak helyet adva fontos turisztikai célponttá válhat. A település országgyűlési képviselője szerint ráadásul a közelben található más vonzerőkkel kiegészülve külföldi turisták számára is csalogató lehet. Mivel a hármas határ közép meccéspontjában vagyunk, 25 kilométerre van az ukrán határ Kárpátalja felé, 33 kilométerre a Szlovákia fele, Felvidék fele a határ, és az erdélyi, romániai határ is 40-50 kilométeren belül van. Azt gondolom, hogy ez nem csak a határon innen, hanem a határon túlélő turistáknak is megfelelő mód lesz arra, hogy tudjanak elmélkedni, tudjanak eszmét cserélni. Az 1400-as évekbe visszanyúló múltú vár területén csütörtökön időkapszulát helyeztek el. Az új kiállításhoz a legtöbb műtárgyat már beszerezték, kialakítása ősszel indulhat el, és jövő év szeptemberére érhet a végére. Ősszel az országban az elsők között vehetik birtokba a fiatalok a Honvédelmi Sportközpontot Újfehértón. A komplexumban edzőközpont, oktatóterem és lőtér is várja majd a fiatalokat. Ezzel együtt 5 helyszínen már épül, további 11 városban pedig előkészítés alatt áll a beruházás. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke azt mondta, terveik szerint 2026-ra országos hálózattá alakulnak a sportközpontok. Ha nem is az utolsó simításokat végzik, de már szerkezetkész a Honvédelmi Sportközpont Újfehértón. Éppen egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban rakták le az épület alapkövét, azóta folyik a munka. A település polgármestere azt mondta, már nagyon várják a helyi fiatalok. Szeretnénk a helyben élő fiataloknak és a környékbeli településeken élő fiataloknak minél több olyan lehetőséget biztosítani, amellyel a szabadidejüket olyan körülmények között tudják eltölteni, és olyan tevékenységet tudjanak végezni, amelyek kiszakadhatnak most a digitális tér világából, és olyan sportolási lehetőséget biztosítsunk nekik, amely testük, lelkük és szellemük erősítését szolgálhatja. Újfehértón több mint 880 millió forintból egy 90 férőhelyes, 700 négyzetméter hasznos alapterületű edző- és oktatótermekkel, kiszolgáló helyiségekkel, parkolókkal, lövészeti versenytérrel és fegyvertérrel felszerelt komplexum épül meg. Minden járásban egy olyan intézmény létesüljön, ami a fiatalok honvédelmi nevelését, hazaszeretetre való nevelését segíti. Az újfehértói létesítményt nem csak a helyi fiatalok, hanem a térségben működő iskolák diákjai előtt is megnyitják. Jó ütemben halad az újfehértói honvédelmi sportközpont megépítése. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke ma a helyszínen tájékozódott a kivitelezésről. A politikus azt mondta, 5 helyszínen, Újfehértó mellett Balassagyarmaton, Baján, Szarvason és Szigetváron indult már el a munka, közülük az egyik legjobban az újfehértói épület áll. Ősszel
Szerintem az első 4 helyszínen megindulhat majd a munka, tehát átadásra került, tehát a kivitelezők elvégzik a munkájukat. Talán a Szigetvári az, ami átcsúszik a jövő év első negyedévre, és hogyha megkezdik a szükséges hatósági eljárásokat, építési engedély, stb. A következő 11 helyszínen, hát a jövő év az biztos, hogy erre még rá fog menni. És hát a többi, hogy minden járásban legyen, hát az attól is függ, hogy nyilván itt még sok minden lesz. Én bízom benne, hogy ez a munka nem fog leállni, tehát nem zavarja meg a választás, parlamenti választás sem. További 11 sportközpont megépítéséről döntött tavaly a kormányzat. Ezeken a helyszíneken még az előkészítés zajlik. Hosszú távú terv, hogy minden járásban legyen ilyen létesítmény. Az országos hálózat kiépítését 2026-ig szeretné elérni a szövetség elnöke. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kis- és középvállalkozások szakmai fórumát tartotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A vállalkozók az elmúlt másfél év tapasztalatait vitatták meg, és bemutatták a megújult vállalkozói információs portált, a vali.hu-t is. 2019-ben indult el a vállalkozókat segítő gazdasági rendezvénysorozat. A program során idén több nagyvárosba, így Nyíregyházára is ellátogattak az Információs és Technológiai Minisztérium képviselői. György László államtitkár a kamara székházában tartott eseményen elmondta, azt tapasztalják, hogy nagyon sok vállalkozót sikerült elérni a válság alatt meghirdetett, úgynevezett magyar high-tech és zöld technológia választó támogatási programokkal, és az idei KKV stratégiának is több célja van. 3 célunk van. Az első, hogy az elkövetkezendő másfél évben legalább annyi vállalkozást érjünk el, mint amennyit a fejlesztéspolitika az elmúlt 30 évben a rendszerváltoztatás óta 15 éves ciklusokban ért el. Tehát arányaiban 10-szer annyi vállalkozást szeretnénk elérni. Ebben segítenek nekünk az új programok, ilyen a technológiaváltó program és a Magyar Falu Vállalkozási Újraindítási Program. Ezekkel a programokkal közel 15 ezer vállalkozást fogunk tudni elérni az előttünk álló időszakban. A másik célunk az, hogy a nagy növekedésű vállalkozásokat megsegítsük. Erről szól a Magyar Multi programunk, valamint a Zöld Nemzeti Bajnokok programunk. A Zöld Nemzeti Bajnokokat külön kiemeltük, mert egy olyan piacról beszélünk, az energiahatékonyság, a zöld gazdaságba fektetés, a hulladékok újrahasznosítása és nyersanyaggá alakítása, amely nagyon dinamikusan bővül. És hogyha valaki ezen a piacon időben épít fel kapacitásokat, akkor bizony azzal kanyarban tudunk előzni. Az államtitkár kiemelte, fontos a Magyar Multi program is. Más országok 50-120 évet dolgoztak azon, hogy a maguk multiait fölépítsék, mindeközben nekünk, magyaroknak pedig megtört a gazdaságtörténetünk. Keressük a jövő Weiss Manfredjait, a jövő Goldberger Ferenceit, akik együtt lélegeztek a munkavállalóikkal, hatalmas nagy multikat hoztak létre Magyarországon. Tehát olyan magyar vállalkozókat keresünk a Magyar Multi programban, akik otthonuknak tekintik hazánkat, vagy szűkebb hazájukat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, akik számára érték másoknak munkát adni, és akik számára érték részt venni a térségük felvirágoztatásában, és nem mindig csak pénzügyi szempontok alapján hozzák a döntéseiket, hanem a szívük is benne van a döntéseikben. Úgyhogy erről szól a Magyar Multi programunk. Az új vállalkozásokat segítő információs portál, a vali.hu, eligazít a kedvezményes hitelek, támogatások és képzések között. A kamara elnöke elmondta, segítenek a vállalkozóknak, ha elakadnának a felhasználás során. Azt szeretném mondani itt minden vállalkozónak, ha valahol megakad, a kamarába kialakítunk egy olyan termet, ahol a munkatársak segítenek, rá tud menni, meg tudja nézni, és ennek alapján, tehát meggyőződhet arról, hogy van-e lehetősége pályázatni, és hogyan. Tehát maximális segítséget adunk helyben is, tehát az a kérdés, biztonsággal jöjjenek hozzánk. A gazdasági fórumon a kis- és középvállalkozók tapasztalatait, véleményét gyűjtötték össze egy szakmai beszélgetés keretében. Emellett a 2021-27-es Európai Uniós pályázatokat és a megújult vállalkozási rendszert is bemutatták a rendezvényen.
A mezőgazdasági kisüzemek számára június 3-a és június 17-e között ismét megnyílt a lehetőség támogatási kérelmeik benyújtására. Támogatási kérelmet olyan meghatározott üzemméretű őstermelők, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek nyújthatnak be, amelyeknek életvitelszerű tartózkodási helye, székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségben volt, tehát 10 ezer fő alatti településen, vagy ennél nagyobb település tanyás külterületén. A támogatás 15 ezer eurónak megfelelő forint összegű, 5 évre nyújtott egyösszegű általán jellegű támogatás, amelyet két részletben folyósítanak úgy, hogy 75% kiutalása már a támogató okirat kiállítása után rövid időn belül megtörténik. A projekt megkezdésére 9 hónap áll rendelkezésre. A támogatás fennmaradó 25%-át a pályázók a projektben vállalt célok végrehajtása után kaphatják meg a záró kifizetési kérelem benyújtásával. A felhívás részletei a www.pályazat.gov.hu oldalon ismerhetők meg. A Patak utcai híd vízelvezetőjét tisztította Nyíregyházán a Magyar Közút pénteken. A munkálatok délutánig tartottak, erre az időszakra az érintett útszakaszon váltakozó irányban engedték a forgalmat. A szakemberek jövő héten folytatják a tisztítást, ezért a Vescsik-Vilmos úton közlekedők további korlátozásra számíthatnak majd. Gyümölcslé üzemet hoz létre Nagy Halász önkormányzata. Az a céljuk, hogy a helyi almát és bodzát saját üzemükben dolgozzák fel és állítsanak elő gyümölcslevet. Nem csak gazdasági, hanem sportberuházásra is készülnek a településen. Nagy Halász az egyike azon 17 magyar településnek, ahol a közeljövőben kézilabda csarnok épül állami beruházásban. Kulturált körülmények várják az eladókat és a vásárlókat a nagyhalászi piacon. Nemrég újították fel a területet. Új elárusító helyeket hoztak létre, lesz egy közösségi tér is, és parkolókat is kialakítottak. Szükség volt a beruházásra, mert egyre többen termelnek gyümölcsöt és zöldséget a településen. Orosz Károly polgármester 35 perc című műsorunkban azt mondta, hamarosan egy gyümölcslé üzemet is beindítanak. Ez a Start munkaprogramra ráépülő projekt, amelyben már korábban telepítettünk gyümölcsöst, almást, meg bodzát, és ezeknek a feldolgozására, illetve bérmunka végzésére gondoltuk a léüzemet, amely ugye saját termék feldolgozásában a léüzemben ugye almalevet, natur almalevet, bodzát, céklát fogunk gyártani. Ezt nem csak a településen élők részére, hanem szeretnénk a piacon megjelenni ezzel a termékkel, illetve a bérmunkát szeretnénk előtérbe helyezni, hisz a környékükön több ezer hektár gyümölcsös található, amelyben különféle gyümölcsök vannak, de főként alma. Ezt már a helyi termelők is jelezték, hogy igényt tartanak arra, hogy ezt a bérmunkát elvégeztessék velünk. Ha igény lesz rá, akkor nem csak a saját területeken megtermelt almát és bodzát dolgozzák fel, hanem vásárolnak más termelőtől is alapanyagot. A beruházás 150 millió forintba kerül, és óránként 500 liter gyümölcsé előállítására lesz alkalmas. Hatalmas, üres terület a nagyhalászi művelődési ház mellett. Itt épülhet fel a település új büszkesége, a kézilabda csarnok. Ez egy nagyon nagy dolog lesz a település életében. Ezt a magyar állam építi a magyar állam területén, hisz a területet átvette a magyar állam az önkormányzattól. A mi feladatunk volt a közműveknek a biztosítása. Ugye ennek is már az elmúlt évben megtettük a szükséges lépéseket. Az EON a 3x125 ampert egy trafótól fogja biztosítani a területhez, amely megvalósításához már közbeszerzés megtörtént. A közbeszerzés eredményét várjuk izgatottan, hogy mikor kezdődhet el a megvalósulása ennek a projektnek, ennek a szép csarnoknak. Az országban 17 helyen épít az állam kézilabda csarnokot. Többek között Budapest, Debrecen, Balassagyarmat és Lenti mellett Nagyhalászon épülhet munkacsarnok.
Döntőjéhez érkezett az idei Bicaj-Ricsaj vetélkedő, az immáron 8. alkalommal megrendezett megyei közlekedésbiztonsági versenyben általános iskolás osztályok vettek részt. Az első és második forduló tavasszal a járvány miatt online rendezték, de a döntőn már személyesen lehetett jelen a legjobb 10 csoport Nyíregyházán, a Kisvakon gyermektáborban. A szervezők szerint a nyári vakáció előtt hasznos, ha a fiatalok megismerik a kerékpáros és a vízi közlekedés legfontosabb szabályait. A legelső célunk, hogy jól érezzék magukat. Ebbe beletartozik az is, hogy biztonságosan közlekedjenek, balesetmentesen közlekedjenek, és ehhez szeretnénk adni, főleg így a vakáció előtt még egy plusz lökést, egy kis felkészítést, nem csak a kerékpáros közlekedés világából, hanem a vízi közlekedésből is, hiszen a tegnapi napon vízibiciklivel is hajtottak végre feladatot, a vízi közlekedés szabályaival is ismerkedtek. Harmadik olimpiájára készülhet Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló a világranglistán elfoglalt helyezésének köszönhetően szerezte meg a jogot arra, hogy London és Rio után Tokióban is ott legyen az ötkarikás játékokon. Az 50 kilométeres gyaloglást utoljára rendezik meg az olimpián. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség szerdán hozta nyilvánosságra azt a világranglistát, amely alapján kiderült, hogy kik lehetnek ott az 50 kilométeres gyaloglás rajtjánál az olimpián. A nyíregyházi Hellebrand Máté az 54. helyet foglalja el a leghosszabb távú atlétikai szám rangsorában, így tagja lesz a 60 versenyző számláló mezőnynek. Pokrovenszki József tanítványa így London és Rio után mindkétszer 20 kilométeren indult, harmadszor versenyezhet majd az ötkarikás játékokon. Ez volt a minimális célkitűzésünk, hogy ott legyek a tokiói olimpián. Kicsit rizikós volt, meg kicsit izgultunk, hogy meg lesz-e, de nagyon örültem, amikor ma hívtak, hogy hivatalosan is induló lehetek az olimpián. Hátráltattak sérülések, teljesen új volt ez az új kvalifikációs rendszer, ez is kicsit megnehezítette a dolgunkat, de próbáltunk ezekkel nem foglalkozni, és csak azokra a versenyekre koncentrálni, amik igazán fontosak voltak, amikkel fel tudtam kerülni erre a bizonyos ranglistára, és már áprilisban nagyjából láttuk, hogy hol fogok elhelyezkedni, és hogy az mire lesz elég, de még így is az utolsó napig izgultam, de szerencsére most már nyugodhatunk készülni az olimpiára. Az olimpián a maratonfutást és a gyalogló számokat nem Tokióban, hanem a fővárostól 800 kilométerre lévő Szapporóban rendezik meg. Kicsit északabbra van, mint Tokió, ezért úgy gondoljuk, hogy kellemesebb lesz az időjárás. Tokióban abban az időszakban hasonló a klíma, mint Katarban volt a 2019-es világbajnokságon. Hát bízunk benne, hogy tényleg így lesz, és hogy elviselhetőbb lesz az időjárás. Próbálunk minél jobban felkészülni, minél jobb erőben legyek, hogy minél jobban el tudjuk viselni majd azt a meleget, de bízom benne, hogy egy jó helyezéssel tudok majd célba érni. Nyilván sokat segít, hogy már két olimpián túl vagyok, de azért még mindig hasonló érzések fognak el, mint az elsőnél. Teljesen másabb egy olimpia, mint hangulatban, mint maga a verseny, mint egy más világverseny, egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság. Hát ezt ugye csak 4 évente rendezik, és a világ legnagyobb sporteseménye. Mindenkit próbál a lehető legjobban teljesíteni. Szóval még mindig úgy fogok szerintem rajtozálni, mint az első, hogy nagyon nagy izgalom lesz bennem. Hellebrand Máté júniusban Nyíregyházán készül, majd 3 hetes edzőtáborba utazik a Tátrába. A nyíregyházi gyalogló július végén indul Japánba, az 50 kilométeres gyaloglás pedig augusztus 6-án rendezik meg, ezen a távon utoljára az ötkarikás játékokon. Június 4-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb hétfőn a szokott időben jelentkezünk. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!